Sziasztok, a mai videóban a Škoda T25 fogom neked bemutatni, ami nagyon hasonlít az STRV-hez, ennek is marha jó ágyúja van, brutál újratöltése van, és viszonylag tök jó pontossága is van, szintén semmi páncélja, a videóhoz pedig jó szórakozást! Most a matchmaking alapjárat, minket erre az új pályára dobott be, ami marha jól néz ki. Ugye a Škoda T25-nek igazából nagyon nagy páncélja, tehát konkrétan semmi páncélja nincsen. Ezért nagyon oda kell erre figyelni. Az ágyúját tekintve viszont ez brutálisan kompenzál, ugye van 1,33-as áttöltés nekem ugye a három lőszer között, ami nagyjából ilyen 110-120-akat ad. Aztán egy 6-7 másodperc, vagy talán még egy kicsit több, amíg betölt újra ez a tár, azaz brutál, effektív, marha erős igazából tűzereje van, és nagyon jól lehet vele osztani a sebzést. Egyedül, ami buktatója van, és arra, amire nagyon oda kell figyelni, az a páncélzata, mert az egyáltalán nincsen. A mozgékonysága viszont még ez is pozitívként hozzájön, ugyanis ez is marha jó, tehát alapjáraton van nekünk egy nagyon jó tűzerő, egy nagyon jó mozgékonyságunk, viszont semmi páncélunk, tehát ezzel effektíven egy olyan játékstílust kell folytatni, mivel vagy hátulról bokorva, vagy nem konkrétan az ellenfélnek a szemébe, arcába benne lenni, hanem kicsit meghunyászkodva, visszahúzol, vagy lehet, hogy kilövöd a három táradat és visszahúzod magadat, tehát egy ilyesmi taktikát simán lehet, főleg akkor, hogyha mondjuk magasabb térbe vagy, és mondjuk mi például, mint 6-os tank, 8-asok ellen játszunk, tehát akkor egyértelmű, hogy hátrébb, minél hátrébb kell játszani, 7-esekkel lehet ügyeskedni, de például itt betöltünk, nézzétek meg, belevágunk egyet, és sajnos már nem sikerül a másikat belevágni, de ott kijön, és így sikerült kiszednünk ezt a T-3485M-et. Aztán ugye itt sikerül már megindulnunk, mehetünk tovább, hál' Istennek nem vert itt be minket a VK-30, másodjára viszont ez már sikerült neki. Ugye a terv az, hogy nagyon agresszívan játszok mindig, és így simán föltolhatjuk ezt a részt, mert annyira sokan nincsenek, és akkor a terv az, hogy a T-34-be beleváguljuk mind a három lőszerünket, de kettőnek sikerül bemenni, ami nem gond természetesen, de alapjáraton már most is van egy 600 sebzés, és majdnem 300 asszisztunk, tehát ez már nem egy rossz kör nekünk. De ugye még az ellenfélnek konkrétan még itt van a fele, így lesz még mit aprítani. Ugye gondolkodhatunk, hogy hova menjünk most, a Pavlakra menjünk rá, vagy menjünk már föl egyből a hegyre, így kinézem magamnak azt a 40 TP-t, de azt nem sikerül előni, így megpróbáljuk még ezt a 6-os újonnan behozott tankot, hát már nem ennyire újonnan behozott tankot kiszedni, ami sikerül is, és a 40 TP-t is már kiszedték, így konkrétan van a Jackson, illetve a Churchillék ott a háttérben. A Jackson valószínűleg egy AFK, egy nem ben lévő játékos volt, tehát ezzel nagy dolgunk nem volt. És ugye mit látunk, hogy a Churchill itt van, valószínűleg felénk jön, és miután realizálja, hogy mi elkezdtük darálni, ugye kettőt sikeresen belevágtunk, ezután elindul ránk, és mivel nagyon jó mozgékonyságunkat, illetve sebességünk, így visszahúzzuk, de nézzétek meg, hogy három lövésből egynek sikerül bemenni, mert ugye jó páncél volt a Churchillnek, 1200 sebzés, 500 assziszt, brutál jó kör, és ezzel is végeztünk, mert kiszedték már a Churchillt. A következő pályánk a Berlin lesz, ahol ugyanezzel a tankkal hasonló játékstílust fogunk alkalmazni. Ugye egyértelmű, hogy elmegyünk jobbra inkább, mert nem szeretnénk a két KV2-től kapni lövéseket, és akkor konkrétan nekünk ez a meccs már ennyi is volt. Ugye általában ide szoktak jönni egy-két páncélvadász, illetve médium tank, és nem akartam itt megállni, de látom, hogy ott van egy Škoda T25, így megpróbáljuk meglövöldözni, és sikerült kettőt belevágni, így már tök jól kezdünk, lelánctalpaztuk, és 600 asszisztot kaptunk már a meccs elején, tehát konkrétan mi így kimennénk most a meccsből, nem annyira lenne jó, de már viszonylag egy tök jó teljesítményt elértünk ezzel. Aztán itt látjuk, hogy a Super Chaffee már beérkezik, és így sok minden nem tudunk tenni, illetve érkezik egy STRV, ugye nálunk van egy Type 58, illetve hát a bazottó valamit ott a háttérbe csinál, és még jön egy páncélvadász, illetve egy könnyű tank, ugye az STRV nem tudom mit csinál, így kettőt bele tudtunk vágni, a Super Chaffee-t remélhetőleg ki fogják szedni. Ugye sejtem, hogy ezek nem olyan brutál, nagy és komoly ellenfelek, így megpróbálunk esetleg majd rájuk menni. Nézzétek meg, hogy három lövésből az STRV-be csak egy ment vele, ez igazából az én problémám volt, tehát nem az ágyújé, ezt nem ráfogom, mert mondom, tehát egy tök jó, nagyon jól használható ágyú van, és ez a tank nagyon jó kezdőbarát is. Tehát ezt mindenképpen tudom ajánlani, van még ugye, majd valószínűleg fogok ilyesfajta videót is csinálni, hogy kezdőbarát tankok, vagy ilyesmik, de ez egyértelműen oda sorolnám, csak a páncélzatra kell nagyon odafigyelni, mert az tényleg nagyon tud troll lenni, tehát azt általában beszokták ütni. 740 damage-ünk van, illetve 600 asszisztunk, most már egy tök jó meccset hozunk. Látom, hogy ott van a Helket, illetve hát volt a Helket, mert ledarálták a francba. A terv az, hogy ugye megyünk előre minél gyorsabban, és látjuk, hogy ott van egy VK, illetve egy Nashorn, és most jön még egy Su-100Y. Tehát ha az meglő minket, ami majdnem sikerült, akkor mi mehettünk volna vissza a garázsba. Így mi betöltünk, a Su-100Y nem ránk figyel, és a Nashornba, mivel elvétette a lövését, szépen ledaráljuk, és nézzétek meg, 1300 sebzés, 600 assziszt. Tehát a továbbiakban a terv az lesz, hogy ezt a Su-100-at, illetve még a többieket itt legyaluljuk úgymond, és ez sikerül is a Su-100-ra, illetve belepróbálunk vágni még a VK-ba is egyet, ami egy sikerült, így kettőnk ellen nem nagyon tud mit csinálni, így úgy vagyok vele, hogy vagy kijön most, vagy nem, így ellövögetem itt, és a lényeg az, hogy megyünk a többi nehéz tankra, hogyha még ugye tudjuk ugye őket elcsípni. 1500 sebzésnél vagyunk már majdnem, illetve ugyanúgy 610 asszisztnál, tehát alapjában ilyen köröket mentek, tök jól le tudjátok majd gunmarkolni ezeket a tankokat, de megsugom még ugye, hogy még közel sem ennyi damage lesz, mert ugye itt szegény ellenfélnek a nehéz tankja igazából még nem sejtenek semmit. Ugye közben közeledünk itt a VK-hoz, akibe belevágunk egyet, kettőt, és megpróbálunk egy harmadikat is, csak már elment, illetve én sem mentem előre, hogy ugye ne essen szét a célkereszt, de megfordul, ami egy nagyon rossz döntés volt tőle, és 341-et belevágtunk, közeledünk a 2100 sebzés felé, és még mindig vannak tankok, akiket szét lehet lőni. Ugye ez a VK sajnos már meghalt, így egész egyszerűen van egy Ati, akivel szembe találkoztunk volna, de hála Istennek ez nem így történt. És itt lesz a nagyon jó, hogy az Atinak egyszerűen nagyon jó troll páncia van, ugye megpróbál minket leforogni, de hát azért még kicsit gyorsabbak vagyunk, így belevágtunk volna már hármat, de ebből csak egyetlen egy sikerült, ugye az egyik láncszab volt, illetve a másik lőszerünket pedig a úgymond a troll páncélata lepattintotta, de itt is sikerült belevágnunk egyet, és ezzel tudtunk végezni 2300, majdnem 2300 sebzéssel. Remélem, hogy tetszett ez a videó, mindenképpen iratkozz fel, és írd meg kommentben a véleményed erről a videóról, találkozunk a következő videóban, addig is, sziasztok!